Erdélyi magyarokat is díjazott a sajtószabadság napján a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Lukács Csabát a Magyar Sajtódíjjal, Markó Bélát az Aranytól Életműdíjjal tüntették ki. Idén harmadik alkalommal ítélte oda a legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményért járó magyar sajtódíjat a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Az idei díjazottak között szerepel az erdélyi származású Lukács Csaba, a Magyar Hanglap igazgatója is. Azt nekem az értékét emeli ennek a kitüntetésnek, hogy ez szakmából érkezik. Én úgy tudom, hogy titkos szavazással történik maga a díjoda ítélése a kuratóriumnak. Nagyon neves, a szakmában ismert újságírók vannak a kuratóriumban, és jól esik, hogy rám gondoltak. Én igazából nem díjakért írok újságot, megvezetek újságot, hanem végzem a dolgomat, de nyilván az embernek jól esik, hogyha elismerik. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége a szakma határon túli képviselőjeként Aranytól Életműdíjban részesítette Markó Bélát. Az RMDS volt szövetségi elnökének publicisztikái a MUOSZ szerint a mai magyar véleményújságírás legértékesebb művei közé tartoznak. Publicisztikát művelni Ady Endre után a magyar kultúrában, az egy nagy felelősség és egy nagy kötelesség, és úgymond a mérce is nagyon magas ilyen szempontból, és még hozhatnék föl példákat. Tehát én nagyon örülök ennek a díjnak, mert ez egy visszajelzés arra, amit én gondolok az írástudó ember felelősségéről. A Magyar Sajtószabadság ünnepén a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nem csupán díjazottakat hirdetett. Közleményben közölte, azt várja a magyar kormánytól, biztosítson frekvenciát a Klubrádiónak, hiszen a Fidesz 1989-ben még a sajtószabadság oldalán állt.